kigyulladnak a fények, kilép a színpadra egy előadó, énekel, versel, szerepel, de ahhoz, hogy ez megtörténjen, valakinek be kell küldenie a fénybe. És hogyha megijed és elúszik a szöveg, akkor valakinek segíteni kell a szövegbe. Meg be kell adni a hangját, köszönöm szépen. Tehát ma ezek az emberek kerülnek ebbe a reflektorfénybe, őket ünnepeljük. BDSZ jó barátja Jáger András, a Győri Nemzeti Színház színésze volt a házigazdája a hétfő esti gálának. A kivételes műsort Pap Norbert festőművész és Bóth Gábor színész énekes indították útjára. Mint ismeretes BDSZ emlékére 2017-ben alapított díjat Vence Kovács Zoltán színész és Tóth Zoltán fotós. Ezzel a díjjal azokat szeretnék kitüntetni, akik a Győri Nemzeti Színház és a Vaskakas Báth Színház kulisszái mögött dolgoznak, akik nélkül egyik este sem mehetne szét a függöny. Aki a színházban dolgozik, az csak így dolgozhat, hogy szívvel, lélekkel. Mindig mondjuk, hogy szerelemből dolgozunk, és ez valóban így van. És ez nem csak a művészekre igaz, hanem a műszaki dolgozókra is, mindenkire. Szerelemből dolgozunk, én azt gondolom, hogy ez máshogy nem is lehet. A népszerű hazai fellépők, akik lemondtak gázsijukról a jótékony célú gála érdekében, az első hívó szóra az ügy mellé álltak. A primadonnák rendezője Simon Kornél kiváló asszisztensével és barátjával több darabot vitt sikerre. Számos asszisztenssel dolgoztam már életemben, de ugye a legjobbak között volt, és igazi ízig-vérig színházi ember, és kevesek egyike, akiknél úgy volt, hogyha mondtam valamit, vagy mondtunk valamit, valamiben megegyeztünk, az biztos, hogy úgy volt. Tehát, hogy semmi második ellenőrzés nem kellett, semmi ilyesmi. Azt tudtam, hogyha valamiben megegyezünk, az onnantól kezdve úgy lesz. És ez így volt. És többek között ez is az, ami borzasztóan hiányzik. Egy-egy előadás sikerének záloga a kiváló csapatmunka. Erre talán a legjobb példa Ken Ludwig bohózata, a primadonnák, hiszen ami a kulisszák mögött történik, az már önmagában egy sikertörténet. Az idén alapított BDSZ emlékdíjra 8 kiváló háttérmunkást jelöltek. A díjazottat még a gála előtt kérdeztük jelöléséről. Jelölésnél konkrétan sokat kaptam, én nagyon meghatottam rajta, én nem is igazán tudtam mit mondani rá a Zolinak, mondta neki, hogy ezt így... Tehát meglepett, nem tudtam rá mit mondani. A gálának nagyon örültem, szerintem ez nagyon jó dolog, hogy ezt így az Eszter emlékére, ezt így megszervezték a fiúk. És be kell valljam, egész nap az Eszter is járt az eszembe, hogy kár, hogy nem lehet itt, és nem lehet. Biztos látja csak, hogy kár, hogy nem lehet így eznek részese. A hagyományteremtő jótékony gálán a szerető közönség újra megtekinthette a BDSZ emlékdíj idei 8 jelöltjét bemutató kisfilm egy-egy részletét. A szervezők ígéretükhöz híve jövőre is keresik és díjazzák majd a háttérben dolgozó színházi szakemberek kiváló munkáját.